Olyan veszélyes vagyok a tűzoltói fa tetején. Azt hiszed, mindent láttál a KPST parkból? Én is azt hittem. Most jön, ami a múltkor kimaradt. Én nem szeretem a Warburgokat, de ez mondjuk tényleg megér egy pár felvételt. Visszatérek én, hiába üzenem. Visszatértem, mert a múltkori részből egy csomó minden kimaradt, amit én sem láttam, vagy elfelejtettem megnézni, úgyhogy... Jurassic Park! KPST Park, második rész! Tűz veszélyes! Ez már szerintem nem. Baromi szomorúan kell rájönni, hogy a múltkor egy csomó mindent kihagytam. Például a Fordokat nem mutatta. Ford Scorpio, Sierrák. Figyelj! Jó, hát moha itt is van. Itt a Scorpio. Ez volt régen a Fordnak a csúcsmodellje, a 80-as, 90-es évek elején. Ez még lehet, hogy automata váltós is. Á, nem. Kézi. Ne, milyen van? Figyelj, nem csak megafonja van, hanem kis poszkia van emelővel. Hát ezért. Zsiguli, Fiat. Milyen vagyok, hogy fölvettem neked? Tibi! Ez igen! Oda néz! De komoly vagy, hallod? A mai nap azért is fontos, mert ma végre először élőben találkozunk a csatorna őskövetőjével, aki nagyon régóta itt van, és minden videóhoz hozzászól, nagyon aranyosan követ, és tényleg egy csupa szívember, akit úgy ismerhettek, akár svábi műsorából is, hogy Kukás Tibidet, Gősi Tibinek hívják persze. Nézzétek meg az adást Tibiről, be fogom linkelni. Ő az az ember, aki mellett azonnal jó kedved lesz. Annyi pozitív energia és annyi emberi jóság árad belőle. Szia Tibi! Szervusztok! Szia! Szóval, kukásautó, te mindent tudsz ezekről, igaz? Jó, hát azért igen, egy pár dolgot tudok. Hazudik, mindent tud róla, éjjel-nappal ezekkel foglalkozik, ezekkel kell és ezekkel alszik. A témában határtalan tudással rendelkezik, imád narancssárga egyenruhában lenni, koordinálja a sofőröket, és bárki számíthat rá. Aki sem gyerekként, sem most nem álmodott kacsalában forgó kastélyról, óriási gazdagságról, ő csak rajongott a kukásautókért, és a közelükben akart lenni és dolgozni. Mára elérte az álmát, boldog benne, nem szégyenli a munkát. Olyan bolond a kukásautó szempontból, mint én. Ő az igazi lelkes rajongó. Én semmi nem vagyok kittel. Ő a példaképe. Kétfajta riasz ilyen kukásautó van. A konténeres, ez ugye általában vidéki. De Budapesten, Árpádföldön, Cinkotának, Hüvesvölgyi részeken a kisbeömlős volt. Tehát oda egy feketét tudtak fölvenni. Ugye ez attól különbözik, hogy ez a konténert is fel tudta venni. Ezt ugye kihajtottad a szánkót, ide raktad az 1001-est, megfogtad, beürítette. Ha visszahajtottad, akkor ide raktad a két kis zöld kerekes, és azt tudtad beüríteni. Na, így hangzik az az ember, aki ért a munkájához, és ért a hobbiához, meg mindenhez, amit jó, szeret. Úgyhogy köszönjük szépen az infót, Tibi. Köszönöm. Megint tanultunk, köszi! Nézd, hogy Tibi mennyire kedves ember. Egy éve készül rá, hogy végre személyesen is találkozzunk, és hozott nekem ajándékot. Kaptam Milka csokit, kitet, SPM kitet, hát ez nagyon menő, kaptam tőle egy kukát. És a kuka nem üres ám, vagy szemét van benne. Édesség, Tibikém, nagyon szépen köszönöm. Nélküled unalmasabb lett volna a mai nap. Ezt a kocsit a múltkor már mutattam, de viszont nem jöttem át a jobb oldalán. Nézd, a másik oldalon moha volt, itt meg ágak nőnek az ajtón. Na, láttam már ilyet? Az ilyen jellegű ruhadások, ami olyan helyen van, ahol kívülről nem áll meg a víz. Tehát egyértelmű, hogy belülről jön. Ez tipikusan az az autó, ami garázsban tartunk. Az ember rámozdul,
de zárt betongarázs. Beázik, és nem szellőzik. És alulról a pára eszi meg a karosszériát. Itt egy nagyon régi Opel, egy Ascona, amin nem golyónyomok vannak, hanem rozsda. Volkswagen. Das Auto. A Volkswagen szekciónál megláttam ezt a kettes Golfot, és az jutott eszembe, hogy a 90-es években ezek Ausztriában ilyen postás Golfok voltak, ez a fajta sárga. Mindenki ezeket vette, mert baromi olcsón meg lehetett szerezni az osztrák postás Golfokat. Ausztria? Na hát, kenguruk földje. Győr legalábbis tele volt ilyen sárga kettes Golfokkal, mert hát egy jó kettes Golf volt 4-500 ezer forint 28 ezeres fizetésnél, és ezeket meg tudtad venni ilyen 200 000. Négy ágú kormány, minden. Volkswagen Jetta. Jetta, mindenki úgy mondta, de ez nem amerikai autó, ez nem angol autó. Ezt Németországban gyártották. Ennek az a neve, hogy Volkswagen Jetta. Mondjuk én ezt a formát szerettem, ez a kettes Golf korszakából való. És ennek kicsit modernebb már a belseje, de a négy ágú kormány itt is megy. Tudom, nem élik arcoskodni, hogy múltkor a csuklóst vezettem, ma meg rádupláztam egy rövid kéziváltóssal. A sztori háttere az, hogy a csuklós busz nem indul. Illetve indul, csak meg kell bikázni. Szar az aksia, nem annyira kellett volna leállítani, de mégis leállították. Barkasszal meg Trabanttal nem bikázunk csuklós busz, úgyhogy bikázunk egy kéziváltós rövid busszal, és engem ért a megtiszteltetés, hogy innen hátulról előre vihettem a csuklós mellé. Az a különösen nagy megtiszteltetés ebben, hogy a bikázó busz tulaja Zoli, aki egyébként a csuklós vezetését oktatja, szóval profi, saját akaratából ő maga ajánlotta fel, hogy vigyem előre én a buszát. Azt az ajánlatot nem lehetett visszautasítani. Tényleg, ő ajánlotta fel, próbáljam ki most azt, milyen a csuklós után egy rövid, de kéziváltós busszal menni. Teli talpas, levegős kuplung, keményedik a helyzet. Na, hogy éltem a lehetőséggel! Előre! Ikarusz, kéziváltó! Térülök, fordulok vele! Mindes igazi sofőr! Ki a király, hallod? Gyerekek, mások Bentleyket akarnak vezetni, meg mit tudom én, hagyjad már! Mi volt a kártyanaptárakon? A mezőgazdaságos kártyanaptáron Rábas Tiger traktor. Nem is volt más óriás traktor Magyarországon, csak a Rábas Tiger. 12,5 tonna, összkerék 250 lóerő, 10.300 köbcenti és Győrben készült. Ahhoz, hogy ezt átéld igaziban, és halljad a hangját, meg érezd a füstöt, muszáj itt lenned! Ez a tesója, ami ugyanúgy rába, de ez mondjuk oldalazva is tud menni. A gumi majdnem olyan magas, mint én vagyok! Ezek voltak a kicsi rába traktorok. És itt van a magyar gyártású hiper-szuper mini autó, a Puli! Amiről azt kell tudni, hogy a hódgép gyártotta, amit éppen találtak a polcon, azok borgatták össze, tehát gyakorlatilag két ugyanolyan autót nem fogsz találni sehol. Figyelj, szerintem még Ikarusz lámpája van hátul. Aha! Jól emlékeztem. Ezek Ikarusznak a hátsó lámpái. Nézd! Hódgép.
Puli DL. Az előbb a Rába Steigernél mutattam, hogy mekkorák az arányok, hogy mellé álltam. Figyeld a pulinál! Van különbség. Amúgy nagy autónak nem nevezném, körülbelül válligér. Kilincse nincsen, de az ajtó csukódása kiváló, etve. Szóval kiváló. De ez ugye rendes kétütemű. Helyes, helyes. Én mondtam, hogy jelen kell lenni. Ezer éve nem éreztem kétütemű füstöt. Az a jellegzetes plöm-plöm hang és a szag, az teljesen visszahozza a 80-as éveket. Nem áll? Hát jó, jöjjön, betölt bele. Na, na! Zetorba! Életemben nem ültem! Elegáns műszerfal, órák, gyönyörű kor. Hát ebben nincs szervó. Vászontető! Figyelj! Zsiguli! Zsiguli kombi! Nézzük meg a számokat, legyünk biztosra, nem azt még megint kijavítanak. Nem Zsiguli, ez már Lada 1002-es, ez meg Lada 1002 kombi. Lada 2107, az orosz ipar csúcsmodellje volt akkor, merci elejű, nézd, olyan a hűtőrása, majdnem minden Mercedesnek, lámpatörlők vannak rajta. És hiába akarták ám ezeket luxus dolgoknak eladni, ez akkor is egy kocka Lada maradt. Itt a különbség, törlő ezen is van, de például ez nem merci elejű, ez a sima. Ez azt hiszem a 2105, várj, nézzük meg. És tudja, és tudja, és tudja. Tényleg baromi sok mindent kihagytam a múltkor, például nem vettem észre, hogy az orosz ipar Batmobilt is gyártott. Itt az orosz Batmobil. I'm Batman. Ez, ha minden igaz, 1005-ös, már csak a dupla lámpa miatt is, ezek horror árba mennek manapság, ha szépek. Most, hogy kijössz a képből, gyere, inkább told neki, menjél. Gyerünk, padlogász, padlogász, Tomi, gyerünk, gyerünk. Lemegy kis álmék. Múltkori videóban valaki hiányolta, hogy nem mutattam meg ezt a különleges Warburgot. Én nem szeretem a Warburgokat, de ez mondjuk tényleg megér egy pár felvételt. Szóval felmerül a kérdés, hogy ez mi? Nyomokban tartalmaz a Warburgot. Hello Kofi. Amúgy ez egy régi S-rendszám, ott vannak alatt a számok, csak rá van festve a Kofi. Zaporozsec indítás következik. Műbőrülések, ez az izzadós fajta, amiben belerohadsz nyáron. Igazolandó, hogy itt folyamatosan folyik ám a munka, ez a terület ez teljesen át lett szervezve, ami annyit jelent, hogy el van egyengetve egy picit, és a lakóautók, mint lakóautó szekció, nem gazban állnak, hanem szépen meg van nyírva, egymás mellé vannak beállítva, sőt, Dávid Tominak köszönhetően egy-kettő ki is van takarítva. Ich wünsche Ihnen einen schönen Ferien in Lake Balaton mit diese Barkas.
És amúgy ez nem igaz. Ugyanis ez nem a németeké, nem az NDK-s turistáké, ez egy ős magyar autó, magyar rendszámmal, és figyeld a belsejét. Nem úgy van, ám kettőre van zárva. Na. Zuhanyfülke. Hello, szia, szevasz. Magyar zászló, mondom, hogy ős magyar. Egy ágy. Étkezőasztal és hozzá a székek. Még egy kétszemélyes ágy, vagy három törpének való szekrények. Gyerekek. Óra. Á, itt a hűtő. Mosogató, gáztűzhely, Ikarusz lámpa. Kérem, ezzel aztán tudtál menni nyaralni, mi? És a betörők meg a gonoszok ellen belülről is be tudod zárni. Kit, turbo, SPL fogozat! Ezek itt a filmes autók, Mi kis falunk, az a Blokkád című filmen szerepelt. De hogyha nézted a Mi kis falunkban, ott az a jelenet, amikor a kerekesszékes csávó fönnakad itt az IFA elejére a lökhárítóra. Na ez az. Mármint, hogy nem ez a kerekesszékes csávó, hanem ez az IFA. Ennek az elején lóg az ember. Mondod, Easy Rider, öcsém! Easy Rider! Hoppári! Épa Sándort olyan szerencsétlenül ütötte el Schwab, hogy kerekesszékestül akadt fel az IFA elejére. Egy ifa, és egy terepes ifa, ami olyan szinten terepes, hogy jelenleg is földet szállít, amiből kinőtt a gaz. Aztán szirénázni majd én fogok. Na hát tűzoltóval még sose ütem úgyse. Ezt nézd! Az igen. Kínosusan a tűzoltó autónak a kipufogója. Elektromos kábel, csőelosztó. Látod, hogy minden volt, hogyha bármi van. Igen, igen, igen. Figyelj, minden ilyen rakétakilövő állomások lennének. Csőcsatlakozások. Minden azért, innen belátunk el mindent. Tibi, mit szólsz ehhez? Ennyi. Nagyon Klaffinger. Klaffinger, mi? Jött az egyik tetején, ott van annak a teteje, mert 4,3 méter magas, és semmire nem tudtuk föltenni. Lábon kellett elhozni. Debrecenből. Ebben Ávi a motor van, és egy targonca vált, ami kétsebességes. 30-nál fölvált másodikba, és 50 az utazója. Trying at all costs, oh, to keep you, babe. Oh, to keep you, babe. Hallom a gondolatot a pici fejedbe, hogy próbáljuk ki. Hol van az a vizányú, várjál? Ki lehet menni a... Jó, hogy? Megint a világ tetején, ha? Aj, ki a király? Ki a király? Ne szóljál be! Ne szóljál be! Back, me, me. Olyan veszélyes vagyok a tűzoltó ifa tetején, hogy csak ugyan! Na! Köszi! Balassuket! Igen, Balassuket vagyok! Sajnos már ennyi volt, mennünk kell. Olyan trabant állt mellém, figyelj, valami csoda, mintha új lenne. Búcsúzóul lesz, még meg kell mutatnom. Ezt nézd. Ez, amikor a gyárból kijött, akkor nem volt ilyen fénye. Abba biztos vagyok, de felnik, belseje. Ja, és egyébként Győri a tulaja. Nagyon jó fej. Mondta, hogy belenézhetek, de sajnos nekem elő ki kellett jönnöm. Hát ez valami gyönyörű! Innen üdvözlök minden Trabant rajongót, mindenkit, aki nézte ezt a videót, köszönöm szépen, és gyertek vissza, hamarosan jövünk újra!